Mielőtt még belekezdenék a kritikába, beszélgessünk egy kicsit a mai nap szponzoráról, a Szukics kiadóról. Már korábban is sokat beszéltünk ennek a kiadónak a közeteiről, rengeteg már regényt adtak már ki, most viszont utazunk egy kicsit másabb vizekre. Akik ismernek, tudják rólam, hogy imádom a rajzfilmeket, és főleg azok a mesesorozatok válnak nálam kedvencekké, amik lineárisan elmesélnek egy nagyobb, komplexebb történetet. Pontosan emiatt szeretem nagyon az Avatar Ang legendája című sorozatot, ami szerintem korunk egyik leggeniálisabb rajzfilm sorozata. Ha esetleg még nem láttátok volna minden képpen pótoljátok be. A sorozat rajongóinak viszont lenne egy kötelező olvasmányom, ez a Sokić által kiadott avatár ang legendája képregény sorozat, konkrétabban itt most az első részről lenne szó, ami az Ígéret címet kapta. Ez a képregény folytatja a sorozatot ott, ahol befejeződött, bemutatja, hogy miként változik az avatár világa úgy, hogy zukó lett a tűzura, ahogy a Nang próbálja fenntartani a békét, illetve hogy bizonyos politikai döntések hogyan tehetik tönkre az emberek életét, úgy, hogy a béke továbbra is töretlen marad. Ja, elég durva kérdéseket boncolgat a képregény, ami szerintem kicsiknek és nagyoknak is borzasztó tanulságos lehet. Ha esetleg érdekel benneteket ez a kiadvány, találtok egy linket a leírásban. Na de akkor kritizáljunk. Sziasztok, srácok! Ez itt újra a Februs Industries. Már nagyon régen találkoztunk egy utoljára szemtől szembe. Nos, mint ahogyan rengetegen tudhatjátok, megjelent az új pókember film, a Nincs Hazaút és hát beszélgessünk róla, mert van miről. Most én ezt a videót spoilermentesen tervezem, nagyon nehéz lesz így is beszélni erről a filmről, spoilerek nélkül, de megpróbálom. Nagyon sokan vártuk, nagyon sok mindent vártunk el ettől a filmtől, próbáltam azért úgy beülni a moziba, hogy ne legyenek olyan hüde nagy elvárásaim, szóval nem gondoltam bele abba, hogy most én ezt a karaktert, azt a karaktert így úgy szeretném látni, így szeretném, hogy szerepeljen, így ezt csinálja, azt csinálja, azt csinálja. Én úgy ültem be, hogy meg fogok nézni egy újabb Marvel-es filmet, és kellemesen csalódtam, ha lehet ezt így mondani. Én is nagyon sokáig azon a véleményem voltam, hogy Tom Holland pókembere nem feltétlen a legjobb, és nagyon sok sebből vérzik az ő karaktere, és valahogy ebben a filmben ezt sikerült szerintem kiavítani. Ugye nagyon sokan kritizálták, meg én is kritizáltam ezt a karaktert nagyon sokáig azért, mert ő inkább volt egy vasember junior, mint sem egy pókember. Én úgy gondoltam, hogy a Marvel nem nagyon érti azt, hogy pókember karakterének miről kéne szólnia, vagy hogy miért olyan nagyszerű karakter, miért olyan népszerű. És hát ezt, ezzel a filmmel úgy, ahogy kiavították, sikerült egy kicsit önállósítani ezt a karaktert, elszakítani most már teljesen vasembertől. És most már tényleg azt mondhatjuk Tom Holland pókemberére, hogy megáll a saját lábán. Most nagyon sok kritikát olvastam erről a filmről, és nem szeretnék abba az irányba elmenni, hogy én mindegyik kritikát alátámasztom, és elmegyek a tömeg irányába, de azt se szeretném, hogy lehúzzam teljesen indokolatlanul ezt a filmet. nagyon sokan szinte tökéletes mozinak mondják ezt a az új Pókember filmet, de szerintem azért ettől nagyon messze van, viszont nem lehet azt mondani rá, hogy egy nagyon rossz film lett volna, sőt, egy, tényleg egy nagyon jó filmről van szó csak azért vannak hibái, amit így nagyon sokan nem igazán szeretnének észrevenni, vagy nem is vettek -e észre. Ennek a filmnek olyan alapvető hibái vannak egyébként, mint amilyen hibák amúgy egyébként az összes Marvel filmben előfordulnak, mint például a harcjelenetek fölvétele, azok általában mindig nagyon indokolatlanul közelről vannak fölvéve, hogy még véletlenül se lássad azt, hogy nagyon rosszul vannak koreografálva ezek a jelenetek. És ez ennél a filmnél is jelen van, nagyon sokszor nagyon nehéz kivenni az, hogy éppen mi történik, vagy kiver kit, vagy hogyan rosszul hangzott. Szóval csak úgy önmagában nehéz kivenni azt, hogy mi történik a képernyőn, és ez szerintem egy ilyen úgymond csalás abba az irányba, hogy nagyon rosszul koreografálják meg ezeket a jeleneteket. De egyébként meg vannak olyan filmek, ahol meg direkt messziről veszik fel ezeket a jeleneteket, hogy lássuk, hogy milyen szép koreográfiával Ölik meg egymást. Mint például az aquaman is egyébként nekem az a film pont ezért tetszik, mert ott a harcjelenetek baromi látványosak, ha a film annyira nem is olyan hű, de nagyon jó. De már ez a része egyébként szerintem tök jó volt, viszont ennél a filmnél meg, meg pont a harcjelenetek voltak azok, amik annyira nem jöttek át én szerintem. Nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy a történet hogyan halad, uh, hogyan uh, akarják megoldani a fősök a problémát, mintsem pedig, hogy hogyan verik szét egymást. Kivéve egy jelenetet, amit ö, így kicsit leszeretnék lőni, meg nem is, nem nagy spoiler, abszolút, mert tudjuk, hogy, na, szóval tudjuk, hogy Willem Dafoe benne van ebben a filmben, mint Manó, meg hogy Tom Holland benne van ebben a filmben, mint Pókember. Ezek verekednek a film egy pontján, és Willem Dafoe zöld manója ilyen pankreátor mozdulatokkal küldi át pókembert az, egy, az épület egyik emeletéről így a másikra, és az nagyon durván néz ki, és az tök jól meg van csinálva, és azt messziről vették föl, tehát egy jó uh, akció van szó, és ez az egyetlen, amit így ki tudok emelni ebből a filmből, mert a többi annyira szerintem nem lett eltalálva ilyen jól. A másik dolog, amit ki szeretnék emelni, ez a filmnek a története. Ugye a történet ott folytatódik, ahol az előző film ugye befejeződött, hogy kiderül pókemberről, hogy ki is ő. valójában, ugye az egész világ megtudja, hogy kicsoda a pókember, és ez nagyon sok gondot okoz ugye Peter Parkernek, ami egyébként nagyon jó volt bemutatva szerintem ebben a filmben, szóval tényleg az, hogy a, a saját házában nem hagyják békén, hogy üldözik őt, szóval elég, hogy mondjam, kényelmetlen volt azt nézni, hogy az emberek erre hogyan reagálnak, és, és meglepően valósnak érződött ez, hogy, hogy, az emberek valóban így viselkednének, hogyha valakiről kiderülne, hogy egy szuperhős. És hát ezzel a gondol, hogy a Peternek szembe kell néznie, és egészen addig a pontig nem foglalkozik vele olyan nagyon durván, amíg el nem jön az egyetemi felvételi ideje, amikor ugyanis nem veszik fel se őt, se a barátait az egyetemre, ugyanis ugye a pókember jelenség miatt nem akar egyik egyetem se foglalkozni ilyen zűrös alakokkal. És akkor Peter úgy dönt, hogy megkéri Dr. Strange-et, Stranget, arra, hogy elfeledtesse mindenkivel a Földön azt, hogy kicsoda a pókember valójában. És ez a varázslat nagy gondokhoz vezet. Ugyanis ezzel a varázslattal nem azt érik el, hogy elfeledtetik mindenkivel, hogy kicsoda Peter Parker, hanem bevonzanak olyan karaktereket a multiverzumból, akik tudják, hogy kicsoda Peter Parker, és ugye így jelennek meg a régi gonoszok. És ezzel a gonddal kell Peter Parkernek úgy megküzdeni, hogy vissza kell küldeni ezeket az alakokat azokba az univerzumokba, onnan jöttek ez az alaptörténete a filmnek, ezzel nem árultam el szerintem olyan nagyon sokat. Azt is tudjuk, hogy kik ezek a karakterek, hiszen az előzetesekben már láthattuk őket korábban. Ezek közül a karakterek közül egyébként szerintem mindenkit fantasztikusan eltaláltak, nagyon jó volt látni a régi arcokat, és nem csak úgy vezették be őket, hogy nesze itt van ez a régi arc, akit régen nagyon szerettél, most szeressen most is, hanem tényleg úgy volt fölvezetve, az összes karakter, és úgy lettek bemutatva, hogy újra megszereted őket, vagy újra rettegsz tőlük, ami egyébként Willem Dafoe esetében nagyon durván sikerült. Még sokkal félelmetesebb volt ebben a filmben szerintem, mint a régi Pókember egyben, ami egy új teljesítmény és minden elismerésem a rendezőnek, meg az írónak. És hát persze Willem dafoe hát basszus ez az ember, elmebeteg. Egy kicsit talán Jamie Fox karaktere volt olyan, hogy hogy a színészen érezni lehetett, hogy ő csak nagyon örül, hogy ott van, de hogy annyira szerintem mégsem ment bele mélyen ebbe a a figurába, de, de tök szórakoztató volt, én élveztem. de a gyík, az ilyen, az, az, az nem tudom, hogy, hogy, hogy ő, vele voltak-e komoly tervek vagy sem, ő csak így benne volt a filmben, és így néha mondotta egy-két szöveget, de így nem, nem nagyon volt egy kulcsfontosságú karakter. Meg a homokember se volt annyira szerintem. Szóval ennek a gonosz csapatnak a fő alakja az Willem Dafoe zöld manója volt, illetve a Dr. Octopus, de ugye, hogy ezek, ez hogy alakul ez a kapcsolat a csapat között, illetve hogy a, a jó és a, Gonoszok közt, ebben nem szeretnék belemenni, mert ezek rohadt nagy spoilerek, de mindenképpen érdemes szerintem már emiatt megnézni, hogy lássuk, hogy a történet ilyen szinten hogyan alakul. Viszont a történet, mint a nagy egész történet, nem egy nagyon komplex valami, sőt, egy folyék egyszerű történetről van szó. Pókember elront valamit, jönnek a gonoszok, vissza kell őket küldeni. És így ennyi, ennyi, ennyi a film. De nem tudom, hogy mit vártunk egyébként, mármint hogy én nem tudom, mit vártam, mert. mert... Szerintem bőven elég volt egy ilyen történet egy ilyen filmnek, egy is jó volt, élvezhető volt, de olyan nagyon komoly dolgokat ettől a történettel szerintem nem érdemes elvárni nem is kell, mert nem tudom, mit kéne elvárni most, most, hogy Az a gond ezzel a filmmel, hogy nagyon nagy volt a hype előtte, és nagyon sok elvárásunk volt azzal a kapcsolatban, hogy ki legyen benne, ki ne legyen benne, milyen legyen a történet. A történet, hogyan csavarosodjon, meg, meg kihalljon meg, meg kinehalljon meg. De valahogy ez a nagy hype-vonat így volt, de így. így csak elrontotta szerintem az egészet, mert egyébként meg a film tök jó, viszont történetileg nem adott akkorát, mint amekkorát elvárt volna tőle az ember így az előzetes hype -ok alapján. Tehát a történet nem egy komplex valami, a karakterek viszont nagyon jól vannak bemutatva, nagyon jól vannak kidolgozva, így jóformán a karakterek elviszik a hátukon az egész filmet, így talán ezt tudom mondani az egészre. Viszont a negatív dolgokban menjünk bele egy kicsit jobban. Ugye a harcjeleneteket már említettem korábban, viszont ami nekem nagyon ö, fájt, ez a zene volt, mert tök jó zenék vannak ebben a filmben. Van egy, egy rész, ami nekem nagyon tetszett zeneileg, amikor ö, van, van egy pontja a filmnek, amikor Doctor Strange és ö, ö, Pókember egy kicsit így összecivakodnak, ez benne van az előzetesben is, és ez alatt, a jelenet alatt marha jó zene szólt, nekem ez nagyon tetszett, illetve amikor Doctor Octopus megjelenik először a filmben, akkor az ő régi témáját újra felhasználják -e ez a filmhez, illetve azt hiszem elektronális is van egy ilyen újra felhasználás. Viszont így ennyi. Annyi karakter van ebben a filmben, akiknek voltak régi zenéik, és tök jó régi zenéik voltak, és nem nyúltak hozzá. Én ezt vártam, hogy ezekből a régi zenékből csináljanak vagy egy mesapot, vagy egy ilyen sokkal epikebb változatot -e ez az új filmhez, viszont ez nem jött, és ezek, emiatt egy, egy kicsit csalódott vagyok, ha már más miatt nem. De 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 tényleg a, a, én valahogy úgy, úgy vártam ezt a filmet, hogy zeneileg biztos baromi jó lesz, és nem volt. Mert, mert az új Pókember zenéjét azt így hallhatjuk sokszor, azt újra meg újra földolgozták most már egy a harmadik filmhez, de így, így más nem kapunk sajnos, pedig én nagyon vártam. Nos ennyit így a filmről nagyjából, mert olyan sokat sajnos nem tudok elmondani spoilerek nélkül, és szerintem így is lőttem le dolgokat. Összességében annyit tudok mondani, hogy egy, tényleg egy, jó film lett, Marvelhez képest is jó film, sőt az átlag Marvel filmekhez képest egy jobb filmet kaphattunk. Meglepően sötét volt bizonyos pontokon, de összességében egy csavaros, egy szórakoztató, egy, egy, tényleg egy nagyon élvezhető filmet kaptunk, amit én minden pókember rajongónak tudok ajánlani, mert szerintem a legtöbbeteknek biztos ez lesz a kedvence, így a pókember filmek közül, szóval nekik mindenképpen tudom ajánlani, hogy nézzék meg, ne 3D-ben, mert, mert, szerintem a 3D abszolút nem adott hozzá semmit. Most viszont akkor térjünk át egy kicsit spoileres dolgokra, aki még nem látta a filmet, az menjen el, nézze meg, aztán majd jöjjön vissza. Szóval, ebben a filmben benne van a másik két ember, ami egy tök király dolog volt, nagyon keveset voltak benne. Nekem ez az egy bajom velük, hogy így is ben voltak azért elég sokat, Viszont ö, érezni lehetett azt, hogy, hogy próbáltak úgy csinyán bánni velük, nem akarták azt, hogy Tom Holland elől elvegyék így a Rivalda fényt, ami miatt én egyébként aggódtam olyan szinten, hogyha nekem megjelenik Toby Maguire egy pókember filmben, mint pókember, akkor én hót leszarom, hogy ki van még ott mellette, én őt akarom nézni. És ez, ezzel tisztában volt szerintem a rendező is, azért egy kicsit gondolom visszavettek abból, hogy ezek a karakterek ugye újra megjelennek. A jó poénok voltak köré építve, jó volt, jók voltak ezek a visszakacsintások, főleg amikor olyan szövegeket mondtak a gonoszok is, meg a jó karakterek is, amik ugye a régi pókember filmekben is elhangzottak, és sőt mémekké váltak, mint például a, a tudományos szöveg ugye a zöld szájából, vagy a napfényereje a Doktorok Octopus szájából. Vagy amikor a Tobi Maguire hátáról poénkodtak, szerintem az marra volt, két ok miatt is, de ezekben most nem menjünk bele. Szóval tényleg egyébként ezekre a karakterekre marha jó poénokat építettek föl, és illetve a történet végén ez a, ez a nagy harc is amúgy egész jó volt szerintem, lehetett volna egy fokkal jobb, amúgy nem sötétben játszódik, de amúgy tényleg tök jó volt. Mainéni halála nekem egy kicsit fura volt olyan szinten, hogy, hogy nem igazán volt fölépítve, és maga a halál jelenet egy kicsit olyan, olyan nagyon húzva lett, amíg így be következett a halál, ami így nem tudom, Először nem tudtam eldönteni, hogy most Kaják meghalt, vagy csak nem, nem tudom. Furán volt felépítve valahogy. De ami utána történt, az utána lévő gyászolás, illetve a tanulság lekövetkeztetése, az szerintem borhajó volt felépítve. Főleg úgy, hogy most először láthatunk szerintem ekkora változást egy karakter életében a Marvel filmeken belül, ha most Amerika Kapitányt nem nézzük. Tényleg az, hogy megcsinálták azt, hogy Tom Holland pókemberét egy önálló karakteré növesztették föl amire már nagyon szüksége volt ennek a karakternek, az is zseniális volt, és marha jól megcsinálták, és egyszerűen imádtam a végén a pókember ruhát. Kár, hogy olyan keveset láttuk, mert, mert egy képregény, egy száz százalékig képregényhű ruhát készítettek Tom Hollandhez, és marha jól lát neki, tök jól nézett ki, tök keveset láttuk, ezt sajnálom egyedül. És tényleg az, hogy hogy, hogy önállósodott, maga varta meg a ruhát, nem ilyen Stark-tekes hülyeséget kaptunk, hanem tényleg az, hogy, hogy ő maga önállóan csinálta meg, az szerintem egy, egy nagyon jó pontja volt ennek a filmnek és Tom Holland karakterének, tehát én már így most már várom azt, hogy mit fognak kezdeni az ő karakterével, eddig annyira nem érdekelt, most már nagyon. Ami viszont még fájó pont, hogy ennek a filmnek a végén ugye visszatérnek ezek a karakterek a saját univerzumokba, viszont meglettek változtatva. Tehát mindenki kigyógyult az elmebajából, a testi elváltozásából, mindenből, ami ugye szupergonoszt készített belőlük, ami miatt ugye meghalnak, vagy nem halnak meg, vagy csak olyan a sorsuk, amilyen az adott pókember univerzumában. Engem érdekelt volna, hogy mi van velük, ha, ha visszamennek. Miután visszakerül mondjuk Norman Osborn normálisként abba a jelenetbe, ahol éppen pókember püfölte az első film végén, ott mi történik utána, hogy hogy hazamennek, hogy Norman Osbornnak normális családi élete lesz, a cégét esetleg újra föl tudja virágoztatni, vagy lesz, hogy Dr. Octopus visszamegy, hogy mit fog kezdeni a csápokkal, meg a, a, penergiával, amit a Stark cuccból most már megszerzett magának, vagy hogy hogyan alakul elektrónak az élete, úgyhogy már nem elektró, hanem egy átlagos ember, úgyhogy már nem hézagos a foga, meg, meg kopaszodik, nem tudom, hogy biztos, ez is fontos, vagy hogy a homokember visszakerül-e a lányához. Szóval azért itt olyan dolgokról van szó, amik szerintem fontosak lettek volna, mert Tom Holland történetét tök jól lezárták, viszont egy, egy montásban mondjuk bemutattatták volna, hogy ezeknek a karaktereknek pozitív, Változás következett be az életükben, ami így alá támasztaná azt, hogy Pókembernek jó döntése volt az, hogy segített ezeken a karaktereken, és nem küldte őket vissza meghalni. Ami amúgy a filmnek így a, a tanulsága lett volna, hogy jobb másokon segíteni, mint sem magukra hagyni őket a sorsukra. Szóval ez lett volna a filmnek a lényege, viszont ezt nem láttuk. Szóval én szerintem nagyon hiányzik a filmből egy, egy, ilyen, egy ilyen kis, kis montázsocska, hogy, hogy mi lett velük, illetve a két pókemberrel is, azért engem az is érdekelt, hogy, hogy az ő életük hogyan alakult a, azok után, a filmek után, bár lehet, hogy a Sony most már azért talán észbe kap és elkészíti azokat a várva várt folytatásokat, szóval remélem ez a, ez a film legalább ennyit dob ezen a filmes piacon. De így a gondjaimról talán egyébként ennyit, olyan, olyan nagyon sok gondom nem volt, viszont a film nekem nagyon tetszett, még párszor szerintem biztosan meg fogom nézni, és én ajánlom nektek is, hogy nézzétek meg. Nos, ennyi lett volna ez a kis kritika, remélem, hogy tetszett. Azért kommentben mindenképpen írjátok meg azt, hogy ti mit gondoltatok erről a filmről, nektek hogyan tetszett, melyik volt a kedvenc részetek esetleg, vagy amit eddig elmondtam, azzal egyetértetek el, vagy nem értetek -e egyet. Ezt mindenképpen írjátok meg, illetve ne felejtsétek el lájkolni a videót, ha pedig nem tetszett, akkor nyugodtan nyomjatok rá egy dislike illetve kövessetek minket mindenhol van Facebook oldalunk, Instagramunk, Twitterünk, meg minden egyedünk. Van egy Discord szerverünk is, amire hogy hogyha fölcsatlakoztak, akkor ott is ki tudjátok beszélni egymással ezt a filmet, vagy esetleg bármi másról tudtok beszélgetni, akár még velünk is. Illetve játszani is tudunk egyet majd közösen, ember, még tervezünk ilyen közös kis játékokat a későbbiekben. Szóval ennyi lett volna ez a videó, legközelebb pedig találkozunk, sziasztok!